felolvassuk a Máté evangéliuma 11. részéből a következőket. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Akik Jézust körülvették, akkor elfáradtak a világ zajától, és az akkori vallásos rendszertől sem kapták meg, amire igazán szükségük lett volna, vagy voltak olyanok is, akik egyáltalán nem ismerték Istent, vagy nem is érdekelte őket Isten. Sokan taposómalomban jártak. Régen voltak taposómalmok, az ökröket használták fel a búza vagy az árpa kicséplésére, körbe-körbe jártak, és így hullottak ki a kalászból a magok. Tehát sok élet így van, hogy egy helybe kering, nem jut előre, nem tud tovább jutni. Sokan szerettek volna megpihenni és nyugalmat találni, de nem találták a megnyugvásokat. Sokan alkohollal vagy kábítószerrel kísérlik meg a megnyugvásokat. Megtalálni. Ma is ez így van a régi, ókori világban, főleg alkohollal, de már akkor is voltak kábítószerek, amivel az emberek próbálták lenyugtatni magukat. Tehát Krisztus azonban megszabadít minket az új életre. Ő maga tesz csodát bennünk. A Jézus mondata így kezdődik, amint olvastam, jöjjetek én hozzám. Sokan úgy gondolják, hogy a megtérés csupán egy döntésen múlik. Ennél azonban sokkal többről van szó. Tehát a megtérés, a gyökeres változás, az Úr Jézus Krisztus hívása alapján kezdődik el bennünk. Hív az Úr. Nem úgy van, hogy bennem valami érzelmi dolog kivált valamit, hogy másítsam meg az életem. Ő hív minket. És megdöbbentve olvastam ezt, amit Jézus mondott, hogy az Atya ajándékoz minket Jézusnak, elveszetteket. Ő mondta, akit nekem ad az Atya, az mind hozzám jön. Jöjjetek én hozzám, mindjárt. Akiket az Atya nekem adott, mind hozzám jön, és aki hozzám jön, azt én nem küldöm el. János evangélium 6. rész 37. verse. Pál apostol is, aki megtérés előtt Saul volt, Saulnak hívták, őt is az Atya ajándékozta Jézus Krisztusnak. Pál apostol is
a Jézus Krisztus hívása alapján tért meg a damaszkuszi országúton. Tudjuk nagyon jól, hogy ki volt a megtérés előtt, és azt is, hogy kivé tette őt a feltámadott Krisztus. Tehát az igazi megtérés az mindig Krisztus hívásán alapszik, a Krisztus hívása megelőzi a megtérésemet. Tehát az igazi megtérés nem egy zenei hatásra indul el bennem, sem nem egy szuggesztív prédikáció folytán indul el bennem a megtérés utáni érdeklődés, hanem a Krisztus hívása indítja el bennünk. Zákeusnak beszéltek már a munkatársai, hogy ők megtértek, de Zákeus akkor tért meg, amikor Jézus azt mondta neki, hogy Zákeus, szállj le most, mert ma én megyek a családodba, az otthonodba belépek. És akkor örömmel leszállt, és ekkor következett a megtérés. Már ahogy Jézus elindult Zákeus házához, már Zákeus kezdte mondani, hogy csaltam, kihasználtam az embereket, de Uram, négyszeresen visszafizetek minden kárt, fölkeresem az embereket, akiket kihasználtam. Tehát a megtérés nem az, hogy belátjuk egy idő után, hogy erkölcsösebben kellene élni. Erkölcsösebben kellene élni, mint eddig. A megtérés nem az, hogy amikor felszaporodik a rendőrségi ügyem, akkor egy kicsit magamba szállok, és megpróbálok változtatni az életmódomon átmenetileg. Többről van szó. Krisztus hív engem, és ő ki akar menteni a mélyből, a nyomorult állapotból. Jézus Krisztus a szemét dombról hív el engem. Onnan hoz el, ahonnan én nem tudnék eljutni, ahonnan nem tudnék csupán a döntésem alapján változtatni. Az Úr hív, hogy vele legyünk. Az Úr hív, a feltámadott Krisztus hív minket, hogy végbe menjen bennünk is a megváltás, a szabadulás, a győzelem, hogy meghalljon a régi és feltámadjon az új élet. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, tehát Jézus mindenkit hív. Isten szeretetből hív minket magához. Látja azt rajtunk, hogy milyen állapotban vagyunk, hogy mi zajlik a lelkünkben. Jézus látja, hogy megfáradtunk. Jézus érzékeli a fáradtságunkat. Jézus látja, hogy milyen terhet viselünk. És Jézus azt is nagyon jól látja, hogy az ördög hogy manipulál bennünket, hogy milyen módszerrel próbál minket távol tartani Istentől, és akadályoz abban, hogy megtérjünk. Az ördög módszere a kifárasztás. Én a csoportfoglalkozások során bemutattam a kapfel, bivai és a krokodil küzdelmét, amit egy pár szóban újra felidézek nektek. Van egy kis rövid film, amely arról szól, hogy egy kapfel, bivaj, egy krokodil áldozata kezd lenni, lemegy
a tóhoz inni, és a víz alól előugrik a krokodil, és elkapja a hátsó lábát. És szegény bivaj ott bajlódik, próbál menekülni, a többiek, a nézőközönség ott áll a parton, a többi bivaj semmit se tesznek, a bivajok ott állnak és semmit se tesznek. Semmit nem tesznek. A hívő közönség is így van, hogy csak nézi, hogy a krokodil szájában van valakinek a lába, és semmit nem teszünk. Csak nézzük, bámuljuk, hogy mi van ezzel, mi történt ezzel. Hát ez volt, hogy a többi bika nézte, hogy a társuk valahogy szeretnek kijönni, a krokodil pedig hagyta egy darabon, hogy menjen a szárazföldre, aztán szépen visszahúzta, próbálta kifárasztani, aztán megint hagyott neki egy kis szabadságot, aztán lehúzta a víz alá, hát, hogyha megfullad, és akkor könnyebben elbánik vele, de a bivaj valahogy mégis kijutott a vízből, és most már egyre veszélyesebb pillanatok voltak, hogy a krokodil végez a kafferbivajjal. De távolabban volt két nagy víziló. A vízilovak így hegyezték a fülüket, hogy mi van ott, hogy egy bivaj nem tud kiszabadulni a krokodil szájából, és azt a döntést hozták, hogy oda mennek. Az egyik bátrabb volt, odarohant, és rálépett, nem tudom hány mázsás súlyával, a krokodilra. És a krokodil kitátotta a száját, és elengedte. És akkor a többi bivaj, hát befogadták a sántító társukat, és elindultak. Életbe maradt. Hát az ördögnek ez a módszere, tudjátok, hogy kifáraszt a bűnökkel, a nyugtalanságokkal, a szorongásokkal, a bezártság érzésével, meg minden dologgal kifáraszt bennünket is. És hogyha nem küzdünk, és hogyha nincsenek jó testvéreink, segítőink, és ha az Úr maga nem tesz valamit, akkor vége. Látja Isten a mi terheinket is. A régi időben, akik rabszolgák voltak, vagy valamilyen kemény munkát végeztek, a terhelés úgy volt, hogy egy rudat helyeztek az illető vállára, vagy egy szálfát, és az elejére is, és a hátuljára is helyezték a súlyt. És így egyensúlyozva igen nagy súllyal tudott közlekedni, és hát ez egész nap ezt a munkát végezni, nagy terhet hordozni, talán néha két rúddal is egyensúlyozott. És hogy Jézus látja azt, hogy te is egy nagy terhet cipelsz, reggeltől estig cipeled ezt a terhet, és hogy már roskadozol a teher alatt. És azt mondja Jézus, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik már elfáradtatok, és hogy már ezt a nagy terhet hordozzátok már reggeltől estig, és már vonszoljátok magatokat a teher alatt. Tehát milyen különös volt, ugye, hogy Egyiptomban is az ördög azt művelte, hogy a fáraó és az emberei elhatározták, hogy Isten népének olyan terhet rónak, ami megnehezíti a
az életüket, és majd nem akarnak Egyiptomból elmenni, tehát például a téglavetéshez szalmát kellett nekik gyűjteni, ami távol volt, meg eszközeik nem voltak, és hogy kifárasztották a népet, hogy ne legyen kedvük elindulni, megszabadulni, hanem hogy ott a maguk levében legyenek, és hogy dagonyázzanak ott. Ez az ördög munkája, hogy kifáraszt. Mik a terheid? Szembenéztél ezekkel? Milyen terhek nehezednek rád most? Milyen terhekkel nem bírsz megbirkózni? Aztán Jézus így folytatja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Mi ez a dolog tulajdonképpen, ez a megnyugvásféle? Ez a megnyugvás az Istennel való kapcsolat rendeződését jelenti. Rendben van-e a kapcsolatod Istennel? Vagy csak néha egy kis langymeleg imát odavetsz Isten elé? Vagy elnyöszörögöd a problémáidat imáidban, egy kis igével kenegeted magad, de rendben van a kapcsolatod Istennel? Rendeződött-e végre? Tehát a megnyugvás azt jelenti, mivel tehát hitáltal igazultunk meg, békességünk van Istennel, rendben van a kapcsolatunk Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, Római Levél 5. rész 1. verse. Megnyugvása csak annak van, akinek rendben van a kapcsolata az Úrral. Micsoda áldás a megnyugvás! És amikor Jézushoz jövünk, valóban bekövetkezik, hogy a lelkünkben békét találunk. Augustinus is mondta, hogy nyugtalan a mi szívünk, ó Isten, amíg meg nem nyugszunk benned. Az Zsoltára könyvéből való az idézet. Hát ez idáig nagyon szép, megnyugvás, minden, de most következik a lényeg. Vegyétek magatokra az én igámat. Sok hív ember csak azért megy el a templomba vagy a gyülekezetbe, hogy egy kicsit kikapcsolódjon, megnyugodjon, csúnyán összeveszett a feleségével, vagy megnyugodjon, vagy adósságai vannak, és hát felszólításokat kap, vagy fizetni kellene a bérletet, és nincs elég pénz. Tehát nem elég egy kicsit megnyugodni, hanem itt Jézus komoly dolgokat mond, hogy vegyétek magatokra az én igámat. Tehát amikor az iga vonó állatra először teszik rá az igát, akkor ellenáll, rúg, ugrál, és hát nem nagyon tetszik az igába lenni. Én láttam olyan helyzetet, hogy az út mellett volt egy ilyen kis tó, és egy ember szekere előtt két bivaj volt, és megunták a körülményt, és belementek a tóba. Úgyhogy az embernek elég nagy gondja volt, mert ők már azt az iga használatát megunták. Mi kezdő hívők is így vagyunk, hogy nem tetszik az iga, a járom.
ledobjuk magunkról. Még idegen a Krisztusban való élet, még nem mindenbe tetszik a Krisztusban való élet. Valahogy másképpen képzeljük el a Krisztusban való életet. Az igát Jézus készíti nekünk, és felvesszük. Tehát, ha Krisztus igájába hajtom a fejem, akkor átadom magam neki, az egész életemet. Nem egy részterületet, nem 5 percre az előszobát, nem csak egy helyjel kínálom Jézust. Nem is tudom, melyik evangélistának volt az a szokása, hogy az asztalnál a főhely mindig üres volt, hogy az a Jézus helye, ott mindig a főhelyen ott van Jézus. Átadni magamat. Lehet, hogy eddig a világ igáját hordoztam, ami törte a nyakamat, a bőrömet, véresre sebezett. És mégis a világ igájába szabadon éreztük magunkat. Ez a szabadság. Bármennyire feltörte is a hátunkat az iga, ez a szabadság. Örvendhetünk, azt csinálunk, amit akarunk. Aki nem adta át magát az Úrnak, az még kikacsingott a világ felé. Még mindig nézelődik jobbra-balra. Te is ki szoktál még kacsingatni. Olvasod a Bibliát, meg imádkozol, és közben kikacsingatsz. Felemás igában nem élhetünk. Mert az nem jó, ha kétfelé húz a szívünk. Persze az ember így van, hogy nem tetszik az iga. Az iga zavar minket. Kibúvót keresünk. És mit jelent a Krisztus igája? Hát, hogyha te vállalod azt, hogy a Krisztus igáját fölveszed, amit maga az Úr helyez rád, akkor az iga azt jelenti, hogy kontroll alá kerül az életem. Tehát nem arra megyek, amerre akarok. Az irányítást elfogadom. Az Úr irányítása alatt élek. Kontroll alá kerül az életem, hogyha felveszem az Úr igáját. Vegyétek fel az én igámat. Ezt Jézus mondja. Ezt nem úgy mi ajánljuk nektek. Nekünk is, mindannyiunknak föl kell venni ezt az igát. És fontos, hogy ha már a fáradt terhünket letettük a Krisztus keresztje alá, hogy ne csak a békességet élvezzük, hanem az igát is fölvegyük. Isten gyermeke vagy? De ez csak akkor igaz, ha a Szentlélek kontrollja alatt van az életed. Isten gyermekének érzed magad, de ez csak akkor igaz, ha az egész életedet a Szentlélek irányítja, és nem beszélsz vele, hogy ezt nem, majd ezt én így fogom tenni. A világ is kontroll alatt akarja tartani az életedet. Ellenőrzés alatt tart a világ téged is. Nem akar a sátán könnyen kiengedni. A sátán is ott őrködik egész közel. Tehát a világ kontroll alól felszabadultál-e már?
Ha nem veszed fel, és nem viseled az igát, akkor szalon keresztény leszel. Műkedvelő keresztény leszel. Hallelujázni tudsz. Még imádkozni is tudsz. De nem vetted fel a Krisztus igáját. Nem vagy a Krisztus irányítása alatt. Így a saját értelmed irányít. A vágyaid irányítanak, a vágyaid tetszés szerint sodornak bármennyire döntést hozol is. Krisztussal járok. Krisztussal végzem a szolgálataimat. Krisztus abszolút ura az életemnek. A másik sarkalatos dolog a tanulás. Vegyétek föl az én igámat, és tanuljátok meg tőlem. Tehát a tanulás. A szelítségre és az alázatra maga Jézus tanít. A szeretetre is ő tanít. Azt írja Pál a tesszalonikaiaknak, hogy titeket maga Isten tanított meg a szeretetre. Milyen nagy dolog az, hogyha Istentől tanulsz meg szeretni. A szeretetre is ő tanít meg, ha már a szívedbe lakik. Mi nem külön órákra járunk Jézushoz tanulni az alázatot, meg a szelítséget, meg a szeretetet, hanem ha bennünk lakozik Krisztus, és a Szentlélek által tanít, Jézus előre megmondta, hogy még sok minden van, amit nem tudtok, de a Szentlélek megtanít titeket. Megtanít. Hogy is néz ki az a szelíd élet? Hogy is néz ki az az alázatos élet? Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megtereltettetek, és én megnyugosztok titeket, és vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.